Japánban már jó ideje megjelent, de felénk csak most, mikor aktuálissá vált, akkor dobta piacra a Sega a 2020-as olimpiát feldolgozó videójáték adaptációját. Megalkothatjuk saját sportolónkat, kifejezetten részletesen kilegózva az arcszerkezetét, fizikumát, megadva képességeinek értékét, és ráadásként több tucatnyi ruházat közül is válogathatunk, mielőtt a rajtvonalhoz állnánk. Aha. Mr. Bud Spencer. Ja. Csá! Most kell nyomkodni mindent? Ne, rázhatod. Rázd. Kinyírom a helyzére. Ne, nyírd bárki, bazdmeg. Ennyi off van, de ez kurva mindeni. Hát ez gyenge lett. És a szuperütéses mindenes! Boom! De ez mi? Azt meg elfelejtettem, hogy annyi el. Direkt mondom, benyomom általam valami. A büdös, túrós, retkes picsába már. Kis tízes labdán mindjárt előjön a gondját. Basz! Kicsit csaltam, mert már szerintem egyet ütöttem, utána még egyet. Tökéletes! Perfect! Ó, lassított! Ennyi baby rózsaszín füstel! Bazzeg! Kibasztam a nézők közé! Szavasz apukám! Tessék! Ohohoj! Micsoda eljúp! Papám! Mi a tökön volt ez? Fölpassz és bám, zsákolás. Az öreg ember. Hát te bassz. Beszarsz. A kontrolleren kézél. Kioffol. Persze, én is azt mondanám, a kontroller. Joystickod nem bírja már a gyűrődést. Nem áll a rohadt életre! Jó van, de kézé, kontroller. Persze, kontroller, kézé, kifulelódni. Szar kábele, szar, bazd meg. Az persze. Úgy lenyomtalak volna, mint a fost. Hoppá! Ez nagyon jó. Ilyen, egy nyomóra, egy gombocska, aminek nem lett óra szabad, és akkor a Ragi bácsi az első helyen, míg Pandika megfulladt a nyolcadikon. És megérkezett Erik is. Hát de bazd meg, ott lebegett, mint egy nagy döglött hal. Mint egy cet. Stamina managemented nem volt megfelelő. Na még egy focit nyomjuk. Na jó. Ja, egy mit akarsz? Olyan a... Úgy berepültem, mint a rakéta. Olyan a ray tracing, hogy csillog a víz. Én sem félek. Hol vagy ott a dobogó? Nem szóltak, hogy ide kell? Még most próbálnak kiszedni a vízből. Mi van itt? Mi ez? Mi volt ez? Mi ez? Shaolin félpályás! Mi ez? Ez a szar! Te nem áll! Csoda gól! Hagyjuk már! Mit? Nem áll! Ágyú, valaki ott fel is dobta magát a teleset. Ez micsoda? Ugye nézd, azt ott kell dobja magát. Akkor volt a turbulencia. Lápad velem. Új, ezt a rohadás! Fönsült a bufa, és most fog jönni az extra lény! Nem jön. Na gyerünk! És megy, és belépett! Ott van az! Belépett! Dehogy lépett! Tökéletes! 8,1! Megvan szerintem. Várjál még! Új rekord! Hát te új rekord, bazd meg! Hát akkor nincs mire hát szó! Te új rekordod, nem? Ja, nem basszál föl! De akkor mit veri annyi? Kiáll a dobogón? Ah, jobb lettél. Egy. Ennyivel? 50 centivel. 56 centivel.
Hát ez a payload volt. Kb. Igen. Pont annyi, igen. A szerepeltetett sportágak kifejezetten vegyesek, igaz a 18 különféle móka közel sem nevezhető soknak, és akadnak közöttük még gyengébb versenyszámok is. A csapatsportok egészen szórakoztatóak, talán a baseball laposabb a kelleténél, de a rugby, a foci, a strandröplabda vagy a kosárlabda kapcsán hamar a tetőfokára hág a hangulat. Egyes esetekben az egyszerű irányításhoz mégis egy izgalmas játékmenet társul. Persze sok a gombifölős futás, úszás, de még utóbbi esetében is színesítettek reflex alapú ritmusjátékelemekkel. A normál és asztali tenisz kifejezetten jól eltalált, az alapnak számító súlylökés és távolugrás mellett akadnak ilyencségek is, mint a falmászás vagy a BMX-ezés, és még a sutáb, box vagy judo is szerethető megoldásokat kapott. A bizonyos sportágakban feltölthető, korlátozottan használható szuperkép pedig még egyfajta taktikai ízt is csempész a játékba. Az online ranglisták pedig kifejezetten a profiknak szólnak. Hangulatában egy markánsan szórakoztató kis móka lett a 20-as digitális olimpia, a megvalósítása a Nintendo stílusát megidéző színes, rajzfilmes körítést kapott, hát inkább mondanám kedvesnek, mint látványosnak, jól illeszkedik a stílushoz. Könnyed, kortalan kikapcsolódásra tervezték, egyedül vagy akár többet magunkkal küzdhetünk meg az érmekért, természetesen az egymás elleni mérkőzések csapják az igazi parti hangulatot. Ha kicsit még baráti bárcédulát kapott volna, akkor a nyár egyik kihagyhatatlan őrülete lehetne.